Ez alkalommal a 34. Zsoltárt olvasom föl, mert is itt van a 34. Zsoltár. 34. Zsoltár első versétől végig. Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abiméleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Urat, az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, akik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltotta nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallgatja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utol a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Hát ez a 34. Zsoltár. Ez egy hálaének, ami a zsoltáros énekelt. Ugye itt az első négy versben mindig magasztalja az Urat, és hogy vele akar dicsekedni az emberek előtt, a hatalmát és kegyelmét megmutatni, azok az emberek pedig, akik ugye a hatalmukkal és a gazdagságukkal dicsekednek, azok bűnt követnek el. Ami itt ugye szembetűnik, hogy az Úr dicséretéhez hozzátartozik az alázat is. És itt nem csak ő maga dicsőíti az Urat, hanem
hanem magasztaljuk együtt az Urat, olvassuk itt a negyedik versbe az ő nevét. És hogy ide el kell jutni a közösségnek, hogy közösen is tudjuk áldani, magasztalni az Urat. Soha nem felejtem el a Bornemissza utcába, ugye a sok testvér együtt volt egy nőnapi, vagy nem tudom milyen alkalmon, és én jöttem haza a bevásárlásból, mert ugye együtt is étkeztünk, és olyan éneklést hallottam a szuterimból, hogy azt éreztem, hogy itt angyalok vannak. És akkor bementem, és tulajdonképpen néhány testvér volt együtt, de lélekben magasztalták az Urat, és lélek által énekeltek. Hát karvezető ott nem volt, se dirigens, de hogy az Isten dicsőítése és magasztalása az nagyon csodálatos volt. És hogyha a szívünk megtelik az Úrral, és betölt bennünket az Úr, akkor közösen is tudjuk együtt dicsőíteni az Urat. Maga a Szentlélek az, ezt olvassuk róla, hogy az övéből vesz és őt dicsőíti. Amikor olyan kopogós, üres a dicséretünk, hogy hálát adok, Uram, hát mégiscsak megőriztél ezen a hosszú úton az autóval, amen, hát ez is valamiféle hálaadás, de olyan üres. De amikor lélek szerint dicsérjük az Urat, akkor a szívünk megtelik hálával is, hittel. Mert hogy ebben a dicsőítésben a hit is benne van. Soha nem felejtem el, egy összejöttünk néhányan az otthonunkba imádkozni, volt velünk egy nagyon kedves gyermekgyógyász főorvos asszony, aki ugye a felvidéki szláv kórházban dolgozott, és volt egy református lelkész is, és még néhányan, és leszállt a Szentlélek, és betöltötte a református lelkészt, és hát imádkozott lélek által. Látom, hogy ez a doktornő elővesz egy papírt, és elkezd írni. Hát úgy gondoltam magamban, hát most, amikor a Szentlélek kiárat, hát mi írni valója van neki, de hát ugye nem bántja meg az ember, nem szól semmit, hanem amikor befejeztük az imádkozást, papírról a kezébe azt kérdezi a doktornő, maga szlovák? Azt mondja a lelkész, én sose jártam Szlovákiába, tudsz valamilyen szláv nyelvet? Nem. És a feleséged meg van térve? Azt mondja, sajnos nincs. Hát azt mondja, te nyelveken szlávul ezt imádkoztad, hogy Uram, hálát adok, hogy a feleségem mette elhívtad, hálát adok, hogy megtért, mert ez egy nagyon jó kérés, mert magyarul kérte, hogy térjen meg, és hogy az Úr, az Urat magasztalta. Hát, hogy mindnyájan egymásra néztünk, ugye az történt, mint pünköstkor, hogy az körülvaló népek értették azt, amit a lélek imádkozott. És aztán nem sokkal utána valóban megtért a felesége, és Szentlélekkel is betöltetett, és a gyerekek is aztán hitre jutottak, és amikor én ennek a férfinak, a lelkésznek a feleségével találkoztam, akkor mondtam neki, hogy de miért nem jössz te a templomba az Isten tiszteletre? Hát te mit keresel otthon? És akkor valami kifogást talált, hogy sok a dolga, minden, és mondtam, gyere csak, most jó evangelizáció lett, bejött, és azon az evangelizáción aztán utána megtért, hát hála legyen az Úrnak. Tehát, hogyha lélekkel magasztaljuk az Urat, és közösen imádkozunk, akkor nagyon át tud járni bennünket a Szentlélek. Ehhez viszont adni kell magunkat az imádkozásra. Tehát, ha nem imádkozom, akkor megoltom a Szent Lelket. Ha egy közösségbe hallgatok, akkor én vagyok a fék. Mert hogy nem viszem előrébb azt, hogy az Úr színe előtt tudjunk együtt lenni. Ezért nagyon fontos a közös imádság, és itt olvassuk a negyedik versbe, hogy dicsérjétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Aztán az ötödik versben ezt olvassuk, hogy megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. És aztán a következő versek is összefüggésnek, hogy megkerestem az Urat, és meghallgatott engem. Ez az Úrnak a keresése, aki kér, az kap, aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitatik. Nekem kell megkeresni az Urat, és Dávidnak is meg kellett keresni az Urat,
rengeteg félelme volt, ugye itt az életére akartak törni, utána megjátszotta magát, hogy nem komplett, meg másut kért a pogányoktól menedéket, és amikor az urat megkereste, akkor az úr kimentette a félelmeiből. Megkérdezhetem, hogy milyen félelmeid vannak, testvérem, és mi az, amiből az úrnak ki kéne menteni. Amiben ugye az ember nem hitben jár, Dávid, amikor egy pogány királytól kért menedéket a félelmei elől, hiszen a saját fia is az életére akart törni. Dávidnak a megkerestem az urat, a hatodik vers összefüggésében így gondolom, hogy akik őre néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. A szegény kiáltott, és az úr meghallgatta, és minden bajából kimentette. Ha az urat megkerestem, akkor, és tényleg megtaláltam az urat, akkor őre át tudok nézni, bízni tudok benne, és akkor az úr bármilyen szorultságban is felvidít, és örömet ad. Mi ugye minden apróságért szoktunk imádkozni, már olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Mielőtt elindulunk autóval, ugye egy egyszerű postai utalványt, ha ki kell váltani, akkor is parkolást fizetünk, nincs parkolóhely, hol állunk meg, sokszor nehéz messziről gyalogolni. Mindig szoktunk imádkozni, hogy Uram, készíts nekünk egy parkolóhelyet. És mindig befordulunk az utcába, sehol egy parkolóhely. De amikor odaérünk, ahova menni akarunk, akkor előttünk éppen kiáll egy autó, és éppen felvidulunk, gondolom ti is ezt már sokszor megtapasztaltátok, hogy ez a szegény kiáltott, és az úr meghallgatta. Nekem nagyon sok mindenre szükségem van, amiben segítségre van szükségem, nem szoktam embereknek elmondani. Én az úrnak mondom el, mert az ő gyermeke vagyok, és bármilyen szorultságban vagyok, és itt nem pénzügyi dolgokra gondolok, imádkozom, és az úr mindig meghallgat, és akkor így megbökjük egymást a férjemmel, hogy ugye észrevetted, hogy az úr itt van. Hogy az úr meg. Milyen öröm, milyen vidámság így látni a dolgokat. Most már a unoka öcsém, akit ugye fiunként nevelünk most már sok ideje, ő is tudja azt, hogy most bajba volt, hogy imádkozzunk. Már nem is várta, hogy mi imádkozunk, már el is kezdte az imádkozást. És múltkor azt mondta, hát igen, amikor veletek vagyok, akkor érzem az Urat. Hogy az Úr benneteket meghallgat. Mondom, hát téged is meghallgat, majd meglátod. És hogy ez olyan jó, mert hogy reménységbe lehetünk. A szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Tehát nincs olyan baj, amiből az Úr ne tudna kihozni. Én nem azt mondom, hogy minden bajt megúsznak a hívők, mert mi is emberek vagyunk, testben élünk, a földi életünk során ugyanannyi, ugyanolyan bajaink vannak, mint a kortársainknak, a velünk élő embereknek, de hogy az Úr ezekből kiment csodálatos módon. Ha megkeresem az Urat, ha ránézek, és ha kiáltok az Úrhoz, el szoktunk mondani egy-két imádságot, úgy, de hogy kiáltani, különbség van a kiáltás és a sikoltás között, meg az imádság és a kérés között. Ugye a Jónásról olvasok, hogy sikoltott. Hát azért ott a halgyomrában igen büdös lehetett, meg ott már nem volt remény, de hogy az Úr mégis abból a bajból is kimentette őt. Ahogyan a következő versek is erről szólnak, hogy tábort jár az őt félők közül, kiszabadítja őket, és hogy megláthatjuk, érezhetjük, hogy jó az Úr, és akik benne bíznak, azok boldogok. Érzitek ennek a hálaadó Zsoltárnak azt a sokrétűségét, hogy tulajdonképpen magáról, a bajban lévő emberről szól, az Úr szabadításáról, és hogy ez nagyon fontos. És akkor jön a 10. verstől egy kis fordulat, vagy legalábbis én úgy láttam itt az igében,
hogy az Úr félelmére a 12. vers azt mondja, hogy megtanítlak titeket az Úr félelmére, jöjjetek fiaim, hallgassatok rám. Az Úr bennünket meg tudott tanítani az Isten félelemre. Van bennünk Isten félelem? Akik őt félik, azoknak nincs fogyatkozásuk. Van szűkölködés, van éhezés, de akik az Urat félik és keresik, hogy azok nem nélkülözik a jót. Én úgy gondolom, hogy az Úr erre is akar tanítani bennünket Isten félelmére. Nagyon sokszor nem az Isten félelem van bennünk, félünk valamitől, a bűneink következményeitől, félünk esetleg a betegségtől, vagy a háborútól, attól a helyzettől, amiben tulajdonképpen most élünk és nem látjuk a jövőt. Nagyon sok félelme van az embernek, de akik az Urat félik, azoknak nincs fogyatkozásuk, mert megvan a bizalmuk és a hitük az Úrba. És erre akar az Úr bennünket megtanítani az adott nehézségek között. Erre tanította Dávidot, és ennél nagyobb nyomorúság, mint amibe Dávid jutott, hogy a saját fia az életére tört, hogy mezítláb kellett a királynak menekülnie, hogy mindent ott hagyott, hogy meggyalázta a feleségeit. Az ellenség, a filiszteusok is alig várták, hogy az életét elvehessék. Rengeteg ember a saját népéből nem szerette, és az Úr azt mondja, hogy ez mind nem számít. Én téged arra akarlak megtanítani, hogy engem félj egyedül. És ez a legfontosabb, mert sok mindent tudunk másokra mondani, de Isten előtt egyedül kell megállnunk, elszámolni a kapott életünkkel, éveinkkel, mindavval, amit az Úrtól kaptunk, a tehetségünkkel, a javainkkal. Ha Isten félelemben és az Úrba éltünk, akkor nyilván, hogy a Krisztus vére elfedez, és nem azért, mert jó hívők voltunk, fog az Úr bennünket befogadni, vagy megbocsájtani, hanem a Krisztus érdeméért, mert őt látja. Ami még itt az igében szólt, a 14. verstől, hogy megtanítlak téged az Úr félelmére, ez hozzátartozik, hogy tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és a családbeszédtől. Igenis ad az Úr az istenfélő embernek hatalmat arra, hogy megtartóztassa a nyelvét, hogy kerülje a rosszat a 15. versbe, hogy jót cselekedjen, és hogy keresd a békességet és kövesd azt. Vagyis itt összefüggéseiben az Úr nagyon határozottan tanít a zsoltároson keresztül, hogy meg kell tartóztatni magunkat, legfőképpen ugye, aki a nyelvét meg tudja tartóztatni, az nagyon tökéletes ember, kerülni a rosszat. Igenis, rajtam múlik, hogy kerülöm vagy nem. Én a szenvedély betegeknek azt szoktam tanácsolni a terápia befejeztével, hogy ne menjenek vissza a régi környezetbe, kerüljék el nagy ívbe a régi barátokat, mert 2 perc alatt vissza fognak esni. Kerülni kell a rosszat, ha Krisztushoz tartozom, a Szentlélek által adja, hogy különbséget tudok tenni a jó és rossz között. És el tudom kerülni, ad hozzá az Úr akaratot is, erőt is, és világosságot is. És hogyha a rosszat kerülöm, akkor a jót tudom cselekedni, és a hívő embernek ez is a feladata, hogy ebbe a világba só, világosság, hegyen épített város legyen, hogy a jót cselekedje, és hogy keresse a békességet. Ugye Istennel megbékéltünk, keressük egymással a békességet, az ellenségeinkkel a békességet, és hogy a békesség útját követjük. És már csak a 16. vershez szólok hozzá, és át fogom adni a szót nektek, hogy
hogy az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Nagyon sokat jelentett a számomra egy bizonyos nehéz helyzetben ez a 34. Zsoltár 16. verse, hogy az Úr szemei az igazakon vannak. Az Úr látta a Dávid útját, látta a hamisságát, látta a bűnét, a szeme rajta volt. Elküldte a prófétát, aki által ugye helyreigazította, és hogy igenis, aki az Úré, azt az Úr minden helyzetben látja. Nincs ilyen lapos kúszás előre, mert hogy ezt az Úr nem látja. Az ő szemei ott vannak az övéin, és az ő fülei a kiáltásainkon. Meghallja az Úr, nem azért kell kiáltani, mert az Úr nagyot hall, vagy túl sokan kérnek tőle, hogy ne vesszen el a mi kiáltásunk. Volt egy kisfiú, 10 éves volt, amikor az alapítványhoz került drogügybe, és szegény feje csak ordítva tudott beszélni. És mondtad neki, hogy te ide figyelj, hát hallgass már egy kicsit, hát ezt nem lehet, hát zeng a ház. Mondom, de miért kiabálsz? Meséld már el. Azt mondja, 9-en vagyunk testvérek, én vagyok a legkisebb. Ha én nem ordítottam, senki nem figyelt rám. Ebben nőtt fel. Isten hallja, míg ajkunkon sincs a szó, de nekünk van szükségünk, hogy megerősödjünk abba, hogy meghallanak, ahogy ez a kisfiú is mindig megerősödött, amikor kiabált, akkor mindegy elhallgatott, akkor ráfigyeltek. Valahogy így érzem ezt a kiáltást. Hát csodálatos ez a Zsoltár, amire biztat bennünket, és hogy valamennyi bajunkból kiment az Úr, és megőriz bennünket. Tovább nem mondom, mert ugye sok az üzenet. Köszönöm szépen!